Sziasztok! Zsófi vagyok, ebben a videóban pedig elmegyünk a siófoki fordított házban. Na de meg van beszélve a Bettivel, hogy itt van, hogy ide jön, de hát nem jön ide. Most akkor tapsoljok. Jé, megjelent! Szia! Na akkor indulunk a fordított házba. Erről azt kell tudni, hogy az egész ház fordítva van megépítve, hogy nem tudom. És akkor tetején kell bemenni? Normálmati. És Siófoktól 15 km. Hogy Siófokon van, az kb. Innen 15 km. Engem beszél, hogy a hülye motorost. Ja, nem is motor, hanem kocsi. Tehát a fordított ház előtt megálltunk enni egy pizzériába. Én kezdtem magammal, ugye? Én szívalakú pizzát kértem. Bazsalikommal. A Betty girosztálat. A Norbika pedig szalámi és hagymás. Polcás, bazsalikumos pizza. Kért. És szerelmes vagy egyébként? Azért kérte szív alakú pizza? Nem vagyok szerelmes, de gondoltam, hogy kipróbálom. És ez a rész, ez sajtot töltött. Tehát akkor jó étvágyat, bon appetit! Grázos utunk volt, majdnem a fejem tetejére állt a világ. Szóval itt vagyunk a fordított háznál. Látjátok? Ebben a házban nem lakom, mert nehéz megmaradni. És hát a szédülés érzéke van, nem lenne. Látjátok, ott van a focipálya, és ez a szűnyen, focipálya szűnyen. Mondom, ez a gyerekszoba. Egyébként, ha elsőfül problémát szenvedtek, akkor nem menjetek, ne jöjjetek be, mert megzavar benneteket. Neked rendben mondták a belső füleit? Igazából nem vagyok neki dőlve, csak úgy állom. Állomáson is ezt érzik az űrhajósok. És hát én nem mennék el, akár mennyire is jól fizet. Most akkor fölmenjünk a lépcsőn. Most fölmenjünk, de remélem nem jön rám a hangatól, mert ott is egy lépcső. Még rosszabb.
egyébként ez a ház a hupikétől pikét nem létezett, mert ott van a gonosz fok. Hókusz fok. Most megpróbálom elérni azt a... mi az? Az tetőablak. Tetőablakon. Sikerült! Én azt gondolom, hogy én azt hittem, hogy sokkal tágasabb és nagyobb ez a ház. De amúgy szerintem tök jó, de nem értem, hogy a lépcső még nem fordítva van. De azt simán meg tudják csinálni. Ha ezt meg tudtak csinálni, akkor azt is meg tudják csinálni. Minden csak akarás kérdése. Egyébként én nem tudom, hogy ha esik az eső, akkor az hogy van, mert igazából beázik az a valamilyen? Hogy hogy? Írjátok meg kommentbe, ti, hogy hogy gondoljátok, és azt is, hogyha voltatok itt, és hogy nektek hogy tetszett. Odáig már nem ugrok föl, azt már nem vállalom. De egyébként szerintem tök jó, megéri az árát. Nem jött el pánikroham. Szóval tök jó. A cél kipipálva.